És akkor eljutottunk ide is, az első szigetnek az utolsó pályája, ez a Native Fortress. Első sziget befejezése az nem lesz valami egyszerű. Itt aztán kell lesz majd ugrágatni és mászkálgatni, jó sokat. Leesni le lehet, de azért túlságosan nem. Na és itt van ez a teknés, az első részben kötekedett velem a teknés, de most már nincs kötekedés, hanem menés. Megyünk fölfelé és ügyesen. Ma megint nézd meg ez. Elpörögtem, aztán mégse úgy föl. Maki, mehet. Húsevő, dupla húsevő növény. Na jó, most elmegy mind a kettő. Jó, csúszunk itt le, aztán tovább fel. Itt annyit kell lesz mászni, hogy az már kemény. Ha itt átugorjuk, első checkpoint húsevő növény, annyi, mehetünk tovább. És akkor mászunk fölfelé, ez volt az első szint, még nem túl durva, ez már a második, igen, a második tanulás. Egyszerre kettőt pörgettem, az már valami, pörgetéssel mehetek már is, megnézzük merre van, jó, itt bal szél, aztán ne! Jó, mehetünk így föl a checkpointért, jó, megint egy ilyen egyenes szakasz, ez így váltakozik, balra megyünk föl, jobbra megyünk, megint föl, balra megyünk, és úgy lesz vég a pályának. Ez már egy hosszú és egy kemény pálya, de megéri küzdeni, mert ez egy királyjáték. Ezek után lesznek még majd érdekességek. Itt pedig, wow, itt pedig fejére kell ugorni, és utána lehet megszerezni ezt az életet. Rövő növények, túszás le, itt már jön ez. Ezek a szurókások most már gyakrabban indulnak be, de mindig jelzi nekünk egy kis hanggal, hogy na már mindjárt jön a szúrá. Hogy olyankor nem szabad ugorni, amikor már jelzést ad. Megint itt van, és de nem igaz, hogy ugrok pedig a... De hogy ugor? Figyelj! Na hát, ég egy ilyet, hát valahogy még nem, arra még nem jöttem rá, hogy az hogy kell. Nem baj, a lényeg, hogy a türelemre rájöttem, azt mindig is tudtam. Jó, ez itt egyszerű lesz, gyorsan életeket, gyorsan azt az életet még megszerezzük, felugrunk. Ez sikerült, jó van. Figyelj, az a Maki az berakadt, vagy mi van vele, Makikám, mennyi, mert ne pörögjél itt nekem. És eljutottunk ide, megint mehetünk föntebb, de előtte még egy tauna bónusz kihívás. Itt csak 5 darab doboz van, de ezt teljesítjük, azt mondja, ez így fönt. Egyet ad, van még ott valami? Nincsen, akkor ez a következő, és itt van még egy, kettő, na talán megmentettelek, vagy mégse, szavasz. És akkor mehetünk föntebb felé, pörögni kell ezeken, akkor elég jól keresztül lehet ott ugorni. Megint kell pörögni tovább, jó. Na és akkor lássuk, hogyan kell nekünk tovább haladni. Amikor itt a levegőben vagyok, azért eléggé rajta kell tartani. Ott van egy maszk bal oldalt, szóval ez így benne maradt a játékban, úgy tűnik, hogy fel lehet venni az akumaszkot csak így, hogyha ő magában van ott akkor is. Megint fentebb jutottunk, megint egy checkpoint, és most akkor megint balra megy. Hú, na jól van, akkor ha jól emlékszem, ez az utolsó rész itt, ez az utolsó balra menetel, és akkor még ezt összetörjük itt, és észre lehet venni egy trükköt a háttérbe. A trükk a háttérbe az az, hogy ott vannak a tüskések, és ott van egy üres, oda át lehet ugorni. Pontosan így, hopsz! És akkor ennyi volt. A nehéz részt pedig így át tudjuk ugrani, nem kell itt semmiféle nehézséget legyőzni, meg ilyesmi. Eddig tudtunk eljönni, mert itt már ki lehet ugorni ide fel erre a kicsi részre. Itt megállhatunk, körülnézhetünk, minden oké, okay, jó, most már mehetünk is, és pörögjük el az akadályt. És ott nem voltak dobozok, szóval ezt nem kell sosem, gyorsan, sosem használni azt, de ezekkel a tüzekkel vigyázni kell. Lesz még egy olyan tűzes, amikor három tűz lesz egymás mellett. Arra is van egy trükköm, de előtte még el kell jutni odáig, na várjunk itt, hogy lesz. Most kell menni, oké, okay, az időzítés elég jó. És ha rajta tartjuk, akkor nagyobbat ugrik. Egy, és még de még akkor nem is gyulladt meg, hát és el is vette egyből a maszkom, hát ezt nem értem, ezt tényleg úgy csinálj. Na és itt már mutatja a játék kell a piros színű drága kő ahhoz, hogy mi az összes dobozt összegyűjtjük. Ide kell lesz majd, szóval majd visszatérünk. Jó, itt mehetünk tovább, aztán itt lesz a hármas. Igen, itt lesz a hármas, és már ott bal szélen lehet látni, hogy megint vannak tüskések, meg megint van egy kihagyva, szóval oda fel lehet ugorni, de egyébként anélkül is lehet teljesíteni. Na lássuk, akkor a tűz most megy, és utána pedig egy, kettő, ide fel lehet ugorni, és egy élet azért még itt van, más nem lehet itt csinálni, de ez egy ilyen kis trükk, amit lehet alkalmazni, nem biztos, hogy mindenki észrevette, és akkor itt pedig mehetünk. És egy utolsó felmászás, na lássuk, akkor pörgések, jó sokat, hát itt ha leesünk, akkor legalább nem halunk meg, az már biztos, de elég sokat kell lesz majd vissza felmenni. Kaptunk cserébe 4 darab életet, és az is már segít. Dobozok még itt, ne! Dobozok itt vannak jobb szélen, és ezekre itt rá lehet ugorni, és akkor az összeset összetörjük, a utolsónál pedig vissza próbálunk ide középre helyezkedni, ugyanis ott van az ilyen bouncing. Itt van egy élet még, és ide tudunk a platformra ugorni, 37/48, vissza kell térni, de itt a pálya vége, és az első szigetnek is.